Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket ezen a reggelen. A mai napon Márk evangéliumának a 13. fejezetéhez lapozzunk oda, és a 21. verstől fogom olvasni. Tehát Márk evangéliumának a 13. fejezet 21. versétől az emberfia eljövetele ez a mai témánk. Ha valaki akkor ezt mondja nektek, nézd itt a Krisztust, vagy nézd ott van, ne higgyétek, mert hamis Krisztusok és hamis proféták jelennek majd meg, jeleket és csodákat tesznek, hogyha lehet, megtévesszék a választottakat. Ti azonban vigyázzatok, előre megmondtam nektek mindent. Azokban a napokban pedig, ama nyomorúság után a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égből, és az egek tartó erői megrendülnek. És akkor meglátják az ember fiát eljönni a felhőkön nagy hatalommal és dicsőséggel, és akkor elküldi az angyalokat, és összegyűjti választottait a világ négy tájáról, a föld sarkától az ég sarkáig. Tanuljátok meg a fügefáról vett példázatot, amikor már zsendül az ága és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor meglátjátok, hogy ezek történnek, tudjátok meg, hogy közel van ő az ajtó előtt. Bizony mondom néktek, hogy nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez végbe nem megy. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki sem tudja, sem az angyalok, az égben, sem a fiú, hanem az atya. Vigyázzatok, legyetek ébren, mert nem tudjátok, mikor jön el az idő. Ahogy az idegenbe készülő ember, amikor elhagyta házát, átadta szolgáinak a hatalmat, és kiadta mindenkinek a maga munkáját, az ajtóőrnek is megparancsolta, hogy vigyázzon. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, mikor jön meg a ház ura. Lehet este, vagy éjfélkor, kakasszókor, vagy reggel. Nehogy amikor hirtelen megjön, alva találjon benneteket. Amikor pedig nektek mondom azt, hogy mindenkinek mondom, vigyázzatok. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked ezt a reggelt, köszönjük a te figyelmeztetésed, és így húsvét után hálát adunk neked a megváltásért, a kegyelemért, ami miatt szomorúak vagyunk, hogy megöltek téged itt az emberek a földön, de ellenben pedig ott van az öröm bennünk, hogy a mi bűneinket vitted fel a keresztre. És ott a méretetlen nagy öröm, hogy feltámadtál a halálból, az Isten feltámasztott téged. Kérlek, áld meg ezt a mai napot, áld meg a te igédet, az ige szólóját, befogadóját egyaránt a te nevedben, Úr Jézus. Amen. Bő egy éve kezdődött Magyarországon a pandémia. Tudom azt, hogy most a csapból is ez folyik, nem is akarok erről sokat beszélni, de kis hazánkat elérte ez a nyavaja. És ami az egyik legszomorúbb ebben, hogy a gyülekezeteink ajtaját bezárta. Csak a nyári időszakra lehetett egy kicsit fellélegezni 2020-ban, lassan egy éve. És aztán jött a második, meg jött a harmadik hullám. Ez idő alatt olyanok is a számítógép elé ültek, akik meg olyanok is a tévé elé kényszerültek igehirdetéseket, Isten tiszteleteket nézni, akik korábban előtte soha nem tettek ilyet, mert eljöttek a gyülekezetbe, ott voltak élőben, és velünk együtt dicsérték az Istent. Van némi előnye ennek a mostani helyzetnek. Egyszer ott van az emberekben a számadás, hívő emberekben is, hogy ha el kell menni, akkor vajon rendben vagyok-e az Istennel. Ott van az imádság, mint előny a gyülekezeteknél, ahogy összeforrunk imádságban, bőjtben, ahogy a betegeket hordozzuk a mi ima karjainkon. De nagyon sok hátránya is van ennek a mostani helyzetnek. Az a sok drága lélek, akiket elvesztettünk, vagy azok a betegségeknek a tünetei, ami miatt fájdalmat éreznek az emberek, vagy munkahelyeknek a megszűnése, vagy az emberek elidegenednek egymástól az utcán, alig lehet látni embereket, és nagyon sok hátránya van ennek az időszaknak, viszont van egy olyan hátránya, ami nagyon, nagyon érdekes, hogy nagyon sokféle tanítás látott napvilágot az interneten.
és tudunk, én is tudok olyanokról, akik egy vasárnap nem egy Isten tiszteletet néznek meg, nem egy tanítást hallgatnak, nem kettőt, hanem ötöt. És elképzelhető, hogy ez nem egy csapásvonalat képvisel, hanem többféle irányból jönnek tanítások, ami egy szempontból lehet jó is, de nagyon veszélyes is lehet egyben, mert sok olyan tanítás is jöhet az embernek a fejébe, ami megfertőzheti az egészséges evangéliumi gondolkodást. Úgyhogy egy mondatunk, az nagyon rövid lenne ezen a mai nap, az így hangzik, hogy a tiszta evangélium, erről szeretnék ma beszélni. A mai történetünk nem sokkal húsvét előtt történt. Jézus tanítványaival Jeruzsálemben járt a templomban. Monumentális épület. Nem olyan régen erről beszéltem, hogy hány tonnás volt egy kő. Volt valamelyik kő, mint a Siratófalban még lehet látni maradványában, hogy több száz tonnás is egy kő, tehát óriási nagy épület. És ahogy a tanítványok mutatták Jézusnak, hogy nézd, milyen hatalmas, mekkora építmény, akkor nem csak az Istennek a nagyságát akarták ezzel hirdetni, hanem az embereknek a munkáját is, hogy mennyi arany, mennyi drágaság van abban a templomban. Ezek után felmentek a Gecsemáni kertben, és ahogy leült Jézus tanítványaival, nézték Jeruzsálemet, nézték a templomot, és akkor azt mondja a második versben az Úr Jézus, hogy nem marad itt kőkövön, amit le ne rombolnának. Tehát hiába az emberi igyekezet. Tudjuk azt, hogy ez már a második templom volt, amit a babiloni fogság után felépítettek. De hiába a dicsőség, a hatalmasság, amit az emberi kéz alkotott, az egyszer el fog múlani, és lerombolták. Azt mondja erre Jakab, János, András, Péter, kérdezték az Úr Jézustól, hogy a negyedik versben, hogy mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz annak a jele, amikor mindez beteljesedik. És a következőkben az Úr Jézus, hogyha így Márk evangéliumának a 13. fejezetét úgy összességében olvassuk, akkor a következőkben Jézus egy olyan képet fest le a jövőről, ami nagyon nem szép. Ennek a képnek egy része már mögöttünk van, ugyanis tudjuk azt, hogy Krisztus után 70-ben a rómaiak teljesen lerombolták a jeruzsálemi templomot, és elpusztult a templom, csak ahogy említettem az előbb, csak a siratófal maradt meg belőle. És a harmadik templom az még nem áll. Szeretnék az izraeliek, hogy álljon, de nem áll. A helye is foglalt. Viszont a kép másik része még részben előttünk van. Tehát ennek a képnek, amit Jézus lefestett, ez a nagyon feldúlt képnek egy része már mögöttünk van, de bizonyos része még előttünk van. Sokan jönnek az én nevemben. Ez igaz mögöttünkre, a múltra is igaz, a múltunkra, de igaz a jövőre nézve. Háborúk lesznek. És tudjuk azt, hogy háborúk ma is vannak. Nemzet nemzet ellen támad. Akár a világháborúkat nézzük, de ma is nagyon forra világ. Ország ország ellen támad. Többfelé földrengések és éhínségek lesznek, erről beszél az Úr Jézus. De azt mondja, hogy ez a vajúdás kínjainak a kezdete. Továbbá azt mondja, bíróságoknak adnak át titeket. Előbb azonban minden nép között hirdetni kell az evangéliumot. Hogyha a proféciákra gondolunk, akkor van három olyan nagy profécia, ami már majdnem beteljesedett. Pontosabban ebből kettő már beteljesedett. Az egyik az, hogy eljött Jézus. Eljött az Isten a földre. Tehát ez is egy óriási nagy profécia, ami beteljesedett így az Úr Jézusra nézve. A második nagy profécia az, hogy Isten a népét összegyűjti. 70-ben, amikor a rómaiak lerombolták a Jeruzsálemet, a templomot, akkor szétszóródott Izrael népe a világban mindenfelé, de aztán 1948-ban, tudjuk a holokauszt után, hogy megalakult újra Izraelnek az állama, ami elképzelhetetlen volt, és mégis ez bekövetkezett. És a harmadik profécia pedig, ami szintén egy nagyon erőteljes, az, hogy azt mondta az Úr Jézus, hogy előbb azonban minden nép között hirdetni kell az evangéliumot.
Tegnap megnéztem azt, hogy a Föld lakossága éppen pillanatnyilag mennyi. 7 milliárd 858 millió ember él a Földön, tehát ez azt jelenti, hogy nagyon közel vagyunk a 8 milliárd emberhez. A teljes Bibliát 648 nyelven olvasható, és csak az Új Szövetséget 1432 nyelvre fordították le, és legalább egy könyvet a Bibliából, például János Evangéliumát, az pedig 1145 nyelvre fordították le. Hogyha ezt összeadjuk, akkor ez 3225 nyelven olvashatjuk, vagy a teljes Bibliát, vagy egy-egy könyvet belőle, az Isten üzenetét. A kutatók szerint 6900 nyelv létezik, amiből még 3675 nyelven a Bibliának semmilyen formája nem olvasható. És hogyha így nézzük ezeket az adatokat, akkor azt ki lehet mondani, hogy több mint 50%-ában még nincsen lefordítva a Biblia. Viszont, hogyha nem ezt nézzük, a nyelveket, hanem a népességet nézzük népesség szerint, akkor azt kell látnunk, hogy az emberiség, a népesség a Földön 80%-ában az anyanyelvén tudja olvasni a teljes Bibliát. 10% csak az Új Szövetséget, és 6%-nak adatot meg, hogy egy-egy bibliai könyvet tudjanak olvasni. Ha teljes népességet nézzük, mert a nyelvjárásokban vannak olyan törzsek, ahol már néhány ember képvisel egy nyelvet. De ha teljes népességet nézzük, akkor azt látjuk, hogy 4%-a a föld népességének még semmilyen módon nem olvasta a Bibliát. És ez is azt mutatja a számunkra, hogy nagyon közel vagyunk ahhoz a pillanathoz, amikor minden embernek hirdettetik az evangélium, akkor minden ember az anyanyelvén tudja olvasni a Bibliát, vagy annak valamelyik részét. És ez már nem is olyan sok. Jézus Krisztus által felfestett kép ránk néző része, sajnos ki kell mondanunk, hogy nem szép. Viszály, üldözések, nyomorúság. De az egyik legveszélyesebb ellenség az nem ez, hanem a hamis Krisztusok vagy a hamis proféták. Ma úgy beszélnek az ország vezetői a koronavírusról, mint láthatatlan ellenségről. Ami testi szempontból igaz, de szellemi szempontból nem igaz. Mert amikor valaki megfertőződik koronavírussal, akkor elkezd imádkozni. A hívő ember még jobban imádkozik, de sokan elkezdenek imádkozni. Szokták azt mondani, hogy egy zuhanó repülőgépen nincsen hitetlen ember. Tehát testileg lehet, hogy igaz, hogy ellenség nekünk ez a koronavírus, de lelkileg pedig inkább a számadásra figyelmeztet bennünket. Inkább az Istenhez visz közelebb bennünket. És hogyha valaki netalántán meghal benned, vagy bármilyen más betegségben, ha a hívő ember ott, akkor pedig oda kerül az Istenhez. Tehát nem ez a fő ellenségünk. És az üdvözség szempontjából sokkal veszélyesebb az, amikor megjelennek tévtanítók, Krisztusnak az ellensége, antikrisztusok, akik Krisztus ellen tanítanak. És hogyha valaki megfertőződik ezzel, ugye sok habos-babos dolog van most az interneten, és valaki megfertőződik ilyen tévtanítással, az akár még az üdvösségébe is kerülhet. És ezek az emberek, ezek mindennél veszélyesebbek, akik ilyen irányokat képviselnek. Vannak olyan tévtanítások, amikről egyszerűen meg lehet állapítani, hogy semmi köze a Bibliához, az Istenhez. Egyszerűen, akik tagadják Jézus Krisztus istenségét, és nem ismerik el megváltónak, messiásnak, azok tévtanítók. János levelében olvashatjuk a második fejezet 22. 23. versében, tehát János első levele második fejezet 22. 23. versében, ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? Ez az antikrisztus, mert tagadja az atyát és a fiút. Aki tagadja a fiút, azé nem lehet az atya sem. Aki vallja a fiút, azé az atya is. Van egy közmondás,
Ez így hangzik, hogy a legjobb ellensége a jó. Amikor túl nagy a kontraszt, vagy nagy a kontraszt, nagy a különbség, mondjuk van egy nagy fehér felület, egy fal felület, és azon van egy nagy fekete folt, azt mindenki észreveszi. De amikor ez a nagy fehér fal felület csak egy picit egy árnyalatba koszolódik össze, és lehet, hogy nem egy foltba, hanem úgy összességébe koszolódik el a fal, akkor nem tudja az ember megmondani azt, hogy ez most tiszta, vagy nem tiszta. Tehát amikor nagy a kontraszt, akkor könnyű megállapítani a tévtanítást is például. De ez a közmondás azt mondja, hogy a legjobb ellensége a jó. Néhányan íjászkodnak, akár Sopronba is, itt Baján is, tudok én is íjászokat, és a céltábla az íjászoknál egy kör alakú, és cikkelyekből áll az egész, az egyestől indul a szélén, és a tízesig megy. És az nyilván azért a legtöbbet, amikor az ember a közepébe tud lőni. Amikor az ember eltéveszti a célt, teljesen mindegy, hogy milyen irányba, vagy fölé lövök, jobbra, alá, mellé, ha eltéveszti az ember a célt, akkor már nem a közepébe lő. A bűnnek a jelentése a görögben az a hamartia, ami bűn vagy vétek, és a magyar nyelvünkben is régebben a vétek szót használták, ami közelebb áll a görög jelentéshez, de aztán sokkal konkrétabban meg kellett fogalmazni, hogy ami az Istennek nem tetszik, az nem egyszerűen vétek, hanem bűn. De a görög jelentéshez a vétek szóhoz közelebb áll, elvéti az ember az Isten által lefektetett törvényes rendtől való célt, és elkanyarodik az ember. A célok el nem érése, a cél eltévesztése, vagy röviden ez a céltévesztés. Néhány tipikus tévtanítást szeretnék megemlíteni. Keresztény alapokon nyugszik, de az ember hozzátett vagy elvett az evangéliumtól. Vannak olyan tévtanítások, ami nem szól Krisztusról. Ott egyszerű, mert könnyű megállapítani azt, ahogy olvastam az előbb, hogy akik tagadják azt, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, az már a Biblia fényében Jézus Krisztus szerint azt mondja, ez tévtanítás. De van néhány olyan tévtanítás, ami például az első 300-ban virágzott, ez a gnoszticizmus. A gnózis az a tudás jelenti. Bizonyos emberek üdvözítő tudás birtokában vannak. Tehát, hogy van néhány ember, akinek ott van a fejében az a tudás, amire neked is szüksége van ahhoz, hogy üdvözüljél. Ezt hívják ennek az irányzatnak. És ma is vannak egyébként olyan közösségek, ahol van a fő vezető, a fő guru, akinek szükséges az ő áldása, az ő tudása, mert ő nélkül az embernek nincsen üdvössége. Aztán ott van egy másik, hogy nem elég Krisztusnak a kegyelme. Krisztus áldozatát még ki kell pótolni cselekedetekkel. A Római Levél 10. fejezet 9. verse azt mondja, ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Tehát ez az üdvösségnek a feltétele. Hogyha hiszel Jézus Krisztusban, és erről bizonyságot teszel, elmondod, deklarálod azt, hogy te hozzá tartozol, akkor üdvösséged van. Nem arról beszélek, hogy, mert ugye azt mondtam, hogy cselekedetekkel ki kell pótolni a Krisztusnak az áldozatát. Hogyha valaki megtér, akkor a Szentlélek lakozást vesz az emberbe, és elkezdi megteremni a léleknek a gyümölcsét, ahogy olvassuk a Galata levél 5. fejezet 22. versében. Tehát nem azért fogom a gyümölcsöt megteremni, mert félek az Istentől, és hogy nehogy elkárhozzak, hanem ez egy természetes folyamat lesz. Az ember hitre jut és megtér, ekkor az Úr Jézus elküldi a Szent Lelkét, aki lakozást vesz a testemben, és az én testem lesz a Szentléleknek a temploma, és akkor a Szentlélek elkezdi megteremni a gyümölcsöt. A szeretet, öröm, békesség, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ez egy természetes folyamat lesz.
nem azért fogom ezeket cselekedni, hogy ne kározzak el, hanem ez egy természetes vele járója a Krisztus életnek. Tehát nem lehet még Krisztus áldozatát cselekedetekkel kipótolni, hogy azért üdvözüljünk, tehát ezt kell itt megérteni ebben. Hogyha bármit teszek, hogyha bármilyen cselekedetet teszek, azt mondom, hogy ezt nekem muszáj megtenni, ezt a cselekedetet, mert ha nem teszem meg, akkor el fogok kárhozni. Nekünk nem kell zarándokolni ide-oda-amoda, hanem, sőt, ebben az időszakban még azt is megtapasztaljuk, hogy még gyülekezetbe se kell menni ahhoz, hogy üdvözüljön az ember, mert nem a gyülekezet, nem a közösség, nem a templom által fogunk üdvözülni, hanem Jézus Krisztus által. És így kinyitottuk az otthonainkat, én is most innen, itthonról, a teraszról beszélek, tehát kinyitottuk az otthonainkat, és behívtuk Jézust, hogy ő legyen a mi otthonunkba. Egyedül van egy ilyen tévtanítás, hogy egyedül üdvözítő egyház. Az Úr Jézust nagyon sok egyházban, nagyon sok keresztény egyházban hirdetik. Nem mondhatjuk azt, hogy egyedül üdvözítő egyház a miénk, mert akik segítségül hívják az Úr nevét, azok üdvözölnek. Tehát ez is egy tévtanítás. Akkor ott van, talán ami ma elég jellemző, ez a sikerevangélium. Gazdagság, egészség, hatalom. Ez igaz volt az Ószövetségben, amiről már korábban sokat beszéltem, ami Ábrahámmal köttetett. Az Isten azt mondta Ábrahámnak, ha az én utamon jártok, ha az én törvényeim betartjátok, akkor egészségesek lesztek, gazdagok lesztek, és a háborúban mindig nyertek, mindig győztök. És hogyha ezek közül bármelyikbe hiba keletkezett, mondjuk az anyagi áldás elmaradt, akkor rögtön keresték a bűnt, hogy ki követett el bűnt. Hogyha valaki megbetegedett, akkor mentek automatikusan, hogy ki követett el bűnt. Amikor a háborúba alul maradtak, akkor kérdezték a népet, hogy ki követett el bűnt. Például Ákánnak a bűne, hogy egy ember bűne miatt az egész népet sújtotta Istennek a csapása. Ez az Ószövetségben igaz volt. Az Isten és az ember között megköttetett az Ószövetség Ábrahám által. És ez a kapcsolat elkezdett fejlődni. És amikor megjelent Jézus, akkor azt mondta, hogy nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, eltöröljem azt, ami volt, hanem hogy betöltsem. Tehát Jézus nem az Ószövetséget nem eltörölte, és azt mondta, hogy innentől kezdve ne olvassátok az Ószövetséget, hanem még magasabb szintre emelte az Úr Jézus. És hogyha megnézzük az új szövetségi ígéreteket, például azt, hogy a gazdagság. Ma nem lehet ezt kijelenteni, mint az Ószövetségben. Az Úr Jézus is azt mondta, hogy nézzétek, az embereknek, vagy a madaraknak fészkük van, a rókáknak barlangjuk, de az emberfiának nincs hova fejét lehajtania. És a tanítványok sem arról voltak híresek, hogy doxa órát viseltek, vagy éppen Gucci ruhában jártak. Tehát nem igaz ez már az új szövetségben. Nyilván a gazdagság az lehet egy áldás is, de lehet átok is. A hatalom, a katonai győzelem, hát erről megint nem beszéltünk az új szövetségben, ugyanis az Úr Jézus is a kereszten végezte. Az egészséggel kapcsolatban már nem ennyire triviális a dolog, mert azért látunk az új szövetségben arra példát, például a szereztetési jegyeknél, a korintusi levélben, hogy aki méltatlanul eszi a drága a jegyeket, hogy azok ítéletet esznek és vesznek magukhoz, és ezért betegek, és ezért gyengék, ezért halnak meg sokan. Azt mondja az 1 Korintus 11:29. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak a testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ebben most nem szeretnék belemenni, de itt nem lehet ezt kategórikusan kijelenteni, hogyha beteg vagy, akkor bűnös vagy, azt se lehet kijelenteni, de az se, hogy a bűn nincs összefüggésben a betegséggel. De ott van az öregség, ott vannak azok a természetes megbetegedések, amikor valaki ráüt a kezébe kalapáccsa, akkor nem valami szellemi hátteret kell keresni, hanem egyszerűen ugye fizikai dolog.
betegséget az új szövetség fényében én azt látom, hogy két síkon kell kezelni. Van egyszer a természetes sík, ez a mi emberi síkunk, amikor természetes módon valami bekövetkezik. Például egy vírus kerül az ember szervezetébe. Ez nem egy szellemi dolog, hanem ez egy sajnos egy természetes folyamat. Vannak vírusok, vannak baktérium, jön a vonat előtt, tehát sok minden van, ami természetes. És van a természet feletti, amiről például olvastam az előbb, hogy amikor valaminek van következménye, és ezt így kell kezelni. Tehát nem igaz az, amikor ma sokan azt hirdetik, ha az Úrral jársz, akkor gazdag leszel, akkor egészséges leszel, akkor sikeres leszel, hatalmad lesz. Tehát ez az Ószövetségben igaz volt, az Új Szövetségben pedig az az igaz, amit az Úr Jézus tanít nekünk. Ha röviden össze kellene foglalni, mert nagyon sok tévtanításról lehetne még beszélni. De ha röviden összefoglalnám, akkor így hangzik, hogy ami eltér a tiszta evangéliumtól, vagy félre magyarázzák tanítók saját céljaikat előtérve helyezve, az tévtanítás. A Bibliát összességében kell olvasni és értelmezni, a teljes Bibliát, mind a 66 könyvet. Ezt úgy is szokták hívni teológusok, hogy kontextuálisan kell olvasni a Bibliát. A teljes Bibliát. Nem szabad egy-egy igazságot kiragadni, és arra fölépíteni egy teológiát, hanem úgy kell olvasni a Bibliát, hogy akkor és ott, például Pál a korintusi levelet kinek írta? Nem nekünk, nem a mi gyülekezetünknek, hanem a korintusi gyülekezetnek. Akkor és ott miért írta Pál ezt a levelet? És ezt, hogyha értelmezzük, akkor azt mondjuk, hogy itt és most mi ezt hogyan tudjuk alkalmazni, vagy hogy a fiatalok tudják, hogyan applikálhatjuk a saját életünkbe. Nem szabad kiragadni egy-egy bibliai igazságot, hanem összességében kell olvasni az Istennek az igéjét. És minden Isten igazságot meg kell érteni, és próbálni megélni. Ez a próbálkozás egyébként az életünk végéig fog tartani. Tehát nem kell ettől kétségbe esni, hogy vannak olyan szellemi magasságok, ahova még nem jutottunk el. El fogunk jutni valameddig, csak előtte, mikor pont elérnénk a célt, akkor már el fognak bennünket búcsúztatni itt a Földön. Tehát nem lehetünk Krisztusok, nem érhetjük el azt a tökéletességet, amivel ő rendelkezett. Viszont az a feladat, az a misszió, az a küldetés, ami nekem adatott, azt elérhetem, és azt az a vágyom nekem is, hogy azt tudjuk betölteni. Ha pici feladat, akkor a pici feladatban tudjuk hűséges lenni és helytállni. Ha nagyobb feladat, akkor abban. Egyszer volt egy ember, akinek nagyon egyszerű volt a munkája, de felelősség teljes. Az volt az ő tevékenysége, még nem volt fénysorompó, hogy fogta az ő lámpását, és amikor éjjel jött a vonat, a mozdony, akkor fogta a lámpást, odaállt a kereszteződésbe, és elkezdte így lóbálni a lámpáját, hogyha jön arra autós, akkor észrevegyék azt is, hogy megálljanak. És egyik éjszaka történt az, hogy jött a vonat, kiment az emberünk, elkezdte a lámpást tartani, így lóbálni, és akkor látja, hogy jön egy autó messziről. És akkor elkezdi határozottan lóbálni a lámpást. Jön az autó még közelebb, de semmit nem lassít. Azt is látja, hogy mindjárt itt van a vonat. Lóbálja a lámpását, már nagyon-nagyon-nagyon. Már kezd kétségbe esni, és már egyre közelebb van az autó, semmit nem fékez. És látja, hogy a vonat is itt van, és hogyha nem fékez az autó, biztos, hogy össze fognak ütközni. És nagyon lóbált a lámpását, de már ott volt az autó előtt, és döntenie kellett, hogy most ott marad az autó előtt, vagy félreugrik, és akkor legalább a saját életét mentse. És az utolsó pillanatban félreugrott, ez az autó bejött a vonat elé, és a vonat teljesen elütött, és mindenki meghalt az autóban. És amikor jöttek ki a csendőrök helyszínelni, hogy mi történt, mi volt ez a nagy tragédia, akkor az derült ki az egész történetből, hogy ott volt ez az emberünk, a lámpását lóbálta, csak nem gyújtotta meg. Fény nélkül lóbálta a lámpást. És ebben a mi világunkban is nem a mi fényünket kell az embereknek mutatni, hanem Krisztus fénye az, ami vegyen lakozást bennünk,
hogy az ő fényét tudjuk mutatni az embereknek. Az Úr Jézus azt mondta Máté evangélium 5. fejezet 14. versében, hogy ti vagytok a világ világossága. De ez Krisztussal értendő. Ha a Szentlélek lakik bennem, ha az Isten lakik bennem, akkor meg tudom mutatni az Úr Jézusnak a világosságát, az Úr Jézusnak a szépségét, azt, hogy milyen szerető az Isten. És azt, hogy miket kér tőlünk, hogy a mennybe kerülhessünk. Ő nem rosszat akar nekünk, hanem meg akar bennünket menteni. Azt akarja, hogy már itt a Földön az életünk egy élhetőbb, egy minőségibb, egy szeretetteljesebb legyen. De az Isten nem akar elvenni tőlünk semmit, hanem mindent nekünk akar adni. Ő a fiává, a gyermekeivé akar bennünket fogadni. Ti vagytok a világ világossága. De ez a világosság, ez csak az Úr Jézus által lehetséges. Én azt kívánom ezen a mai napon, hogy értsük meg, hogy mi az Istennek az üzenete. Hogy ne különféle tanítások szelefele hajoljunk, mert ugye sok habos-babos dolog van az interneten, hanem olvassuk a Bibliát, hogyha valamit nem értünk, akkor kérdezzük meg a lelkészünket. Megmondom őszintén, nekem nagyon jól esett, hogy az elmúlt időszakban volt egy testvérnő, aki hallgatott egy tanítást, átküldte ennek a linkjét, és megkérdezte tőlem, hogy mi a véleményem erről a tanításról. És egy-két hét alatt meghallgattam, így menet közben autóban, és akkor írtam neki, hogy ne tegye ezt közzé gyülekezeti csoportba, mert ez nem, ezzel a hitvallással mi nem tudunk teljes mértékben azonosulni. Köszönöm az ilyenfajta bizalmat, akik ilyenne megkeresnek engem is, mert hiszem azt, hogy Isten engem is őrállóvá tett gyülekezetben, gyülekezetekben, hogy a tiszta evangéliumot tudjam hirdetni, és hogy tudjátok ti is azt hirdetni és megélni. Segítsen erre az Isten bennünket, hogy a tiszta evangéliumot tudjuk megélni. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, hálát adunk neked azért, hogy megmutattad az Istennek a valóját, hogy milyen vagy te, Urunk, hogy milyen szeretetteljes, de ugyanakkor határozott is, és vannak kéréseid, hogy hogyan éljünk, mit tegyünk. Nem szeretnénk céltévesztettek lenni, hanem szeretnénk a mi életünkkel pontosan oda tartani, Uram, ahova te akarod, hogy tartsunk. Istenem, segíts erre bennünket, hogy a tiszta evangéliumot tudjuk megélni, hirdetni, továbbadni a következő generációknak. Uram, hallgass meg a könyörgéseinket a betegekért is, akik most nagy nehézségben vannak, vagy már a gyászolókat, Uram, te vigasztald, mert senki más nem képes erre. Atyám, köszönöm neked ezt a reggelt, és áld meg így mindannyiunk életét a te nevedben, Úr Jézus. Amen.